Sziasztok! Szeretném megmutatni, milyen ételt találtam ki. Most fogom megcsinálni. Egy kicsit a neon miatt sötét a kép, így talán jobb lesz. Azt szeretném mondani, hogy csirke combot fogok párolt zöldséggel, békonnal. Na tehát, kezdjük újból. Először is rossz a fény, most jó. Akkor fogok csinálni párolt zöldséget, mutatom mindjárt, hogy mit. Ezt a párolt zöldséget bele akarom tekerni filézett comba, és be akarom tekerni békonba. Még sose csináltam, tegnap találtam ki, mert már nem volt, mennyi a benikikém, nem volt ötletem, hogy mit főzzek, és ezt krumplira fogom tenni, és jénaiba fogom megcsinálni. Tartsatok velem! Na tehát, megvan párolva a zöldség. Mondom, mi van benne. Sárgarépa, zeller van benne, karalábé van benne, és kukorica. Egy kis olajon raktam rá egy kis borsot, egy kis sót, és egy kis szárított petrezselymet. Itt van már a filézett csirkecomb, amiben be fogom tölteni. Hagyma még kell, itt vannak a megpucolt krumplik. Hagymára teszem a krumplit, megtöltöm békonba, és azt, ugye ezeket, ha sikerül, betekerem, és ezeket rá fogom tenni, hagyma, krumpli, és rá a hús. És beteszem egy jénaiba a sütőbe, és meglátjuk, mi lesz belőle. Na tehát, itt van a krumpli, alatta hagyma van, mutatom. Ott van alatta a hagyma, itt. És itt van a békonszalonna. Hát ügyeskedek, megpróbálom bele tekerni a zöldséggel. Megtöltött. Mi ez? Már mondtam, sokszor csirkecomb, filézett csirkecomb, és itt van hozzá békon. Na tehát itt van összeállítva a tál, az alján van hagyma, ugye, raktam rá krumplit, békonba beletekertem a combokat, beletöltöttem ebből a, mi ez, párolt zöldségből, és még maradt a tetejére is. Ezt most lefödöm, van ennek egy teteje, ennek egy ilyen fehér teteje van, csak mutatom, ezzel lefödöm, ja, még egy kis olajat teszek rá, és mehet a sütőbe. Hát még ilyet nem csináltam, nem láttam sehol, én találtam ki, remélem jó lesz. Megmutatom, ha kész lesz. Na, elkészült, ilyen lett a kaja, nincsen megégve, az a, hát lehet, az a fűszer, úgyhogy nincsen megégve, ilyen lett. Úgyhogy jó étvágyat. Kiszedve ilyen, jó étvágyat hozzá. Sziasztok! Ilyen piskóta féleséget fogok sütni, és párolt almával fogom megtölteni, és csokoládé lesz a tetején. Mutatom, hogy hol tartok. Töltött paprikát fogok csinálni. Hát nem tudom, hogy arról készítettem eddig még videót, megint polcos vagyok, kint fúj a szél, kint voltam, úgyhogy nem tudom, hogy arról van-e videó, meg fogom nézni, ha nincsen, akkor felveszem, hogy én hogy szoktam csinálni, úgyhogy töltött paprika lesz. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, kérlek, jobb egy lájkot, és iratkozzál fel, hogy a következő videómat is meg tudjad nézni. Szia! Töltött paprikát fogok csinálni. Hát nem tudom, hogy arról készítettem eddig még videót, megint polcos vagyok, kint fúj a szél, kint voltam, úgyhogy nem tudom, hogy arról van-e videó, meg fogom nézni, ha nincsen, akkor felveszem, hogy én hogy szoktam csinálni, úgyhogy töltött paprika lesz. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, kérlek, jobb egy lájkot, és iratkozzál fel, hogy a következő videómat is meg tudjad nézni. Szia! Remélem, hogy tetszett ez a videó.
Már megint a hajam, hogy el pedig fésülködtem. Remélem tetszett ez a videó. Hogyha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozzál fel, nyomd meg a harangot, hogy e-mail bejelezze, hogy mikor rakok föl új videót, mert hétfőtől vasárnapig tudom felrakni a videókat, mert nem ígérek semmit, mert volt, hogy elcsúsztam vele, meg nem raktam föl, úgyhogy inkább nem ígérek semmit nektek. Sziasztok! Remélem, hogy tetszett ez a videó nektek, megint a hajam dizájnos. Remélem, tetszett ez a videó nektek. Remélem, hogy jó ötletet adtam, kipróbáljátok, vagy valami ilyesmit vartok, aki azért nézi a csatornát, hogy varjon esetleg. Köszönöm, hogy velem tartottál, és megnézted ezt a videót. Ha tetszett, dobj egy lájkot. Ha gondolod, iratkozzál fel, és nyomd meg a csengőt, és e-mailbe értesít téged, hogyha új videót rakok fel. Köszönöm szépen, sziasztok, Kriszti! Úgyhogy ezeket vásároltuk hazafele, fullasztó idő van, mert egész reggel, ugye mondtam, esett az eső, most meg elállt, hála Istennek, gyönyörűen süt a nap, de hát nagyon fullasztó idő van, nehéz volt fölfele jönni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, ha tetszett, dobj egy lájkot, majd jövő héten remélem lesz valami főzős videó, mert csak milánóit főztem a héten, meg rántott húst. Most meghoztam Anikinek ilyen kenyérlángost, ugye azt én nem ehettem a pékségből, meg még van milánói, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez nem olyan érdekes, meg szerintem már főztem ilyesmit, és felraktam. Úgyhogy, hogyha újat főzök, akkor lesz róla videó, és igyekszek még egy varrós videóval jönni. Ha délután nem jönnek a fuvarosok, akkor föltesze, akkor megpróbálok várni, mert fáj a fejem, mert ilyen migrénszerű valami van, érzem, már bevettem egy algópirint, úgyhogy lehet, hogy még délután megcsinálok egy fősőt, van egy elképzelésem, és akkor csak hát ugye pakolászni kell, mert az ágynemű tartókban vannak ezek a ruhák, amikből még lehet úgy várni, amit kiszortíroztam már, mert ugye másik ágy lesz, és úgy gondoltam, hogy kiszortírozom, meg kidobáltam, ami nem kell. Meg akarok várni egy nyuszis hátizsákot, amit láttam az Instagramon, nagyon tetszik. Úgyhogy azt is majd meg szeretném csinálni, meg van bőven így ötletem. Úgyhogy majd igyekszek feltölteni a jövő héten több videót. Hát ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, dobj egy lájkot. Ha gondolod, iratkozzál fel. És nyom meg a harangot, hogy kapja értesítést arról e-mailben, hogy új videót raktam fel. Sziasztok!